üde a virág, ifjú szemünk éber, itt van hát búcsúd ideje, el kell menned, vándor. India, ha térképen nézünk, olyan, minthogyha Ázsiának a déli részén lecsüngő óriási nagy szív. Amikor fölmelegedik a nyár alatt 50-52 fokra a hőmérséklet, akkor a tengeren tornyosulnak a felhők, és a déli szél haltja őket észak felé. Átsuhannak India földjén, de megakadnak a Himalája hegyóriásain. És onnan zúdul le 3 hónapig az eső. Elképzelhetetlen, hogy milyen esőtömegek esnek le India földjére. A tél folyamán kiszárad a föld, de amikor lehull az áldást hozó eső, 3 hét alatt szinte szemlátomást kizöldül a rét, kizöldül a mező, és a gyapot és a rizsföldek elkezdenek sárgulni, életet és új erőt adnak India ma már 450 millióra felduzzadt lakosságának. Minden nyáron a nagy hőség előtt fel kellett menekülnöm a hegyekbe. Első nyarat Darjeelingba töltöttem. Itt fekszik eltemetve Kőrösi Csoma, és minden nap új hortenziával borítottam sírját. Második nyarat Assamban töltöttem. Ez Észak-Kelet-Indiának a része. Itt egy nagyon érdekes népelem lakik, amelynek egyik része matriarchátusban él, azaz a nők uralkodnak. Minden évben, mégpedig május 10-én, összegyűl a lakóságnak a legnagyobb része több ezren, s a férjnek reggeltől estig táncolni kell a nőközönség előtt, és a feleségek megítélik, ez talán erősebb, ez talán jobb lesz, s a régi férjet elküldi, és hozzámegy az új férjhez. Az örökösödés is az asszony vonalán történik. Assamnak a keleti részén még a dzsungelekben, az erdőben laknak a nágák. Ezek emberevők. Természetesen csak szükségből. Nekem egy nága szolgálom volt, bizony engem nem evett meg. Úgy látszik, velem kivételt tett. Találkoztam Indiában Rabindranath Tagore-ral, szinte hetekig együtt voltam vele. Találkoztam Mahatma Gandhival Sabarmati szentélyében. Találkoztam a mostani Indiának több vezető emberével, Motilal Nehruval, a mai miniszterelnöknek az apjával, Patellal és a többiekkel. Jawaharlal Nehru, akit én még régebbről 30 évvel ezelőtt ismertem, apjával is többször érintkeztem, meghívott, és több mint egy óráig beszélgettünk vele. Érdeklődött a magyar viszonyok felől, érdeklődött a politika felől, különösen a tudományos, az arab irodalom és az arab történelem iránt érdeklődött. Búcsúzáskor egy ajándékot adott nekem, egy ilyen sapkát, amelyet ő is szokott hordani. Ez egy nagyon kedves megemlékezés volt, és azóta ma is néha ünnepélyes alkalmakkal, mint most is, fölveszem ezt a sapkát. 1958. februárjában India kormánya újból meghívott, és elindultam India csodálatos földjére. Első állomásunk Agra volt. Agra régi mogul császárok idejéből fennmaradt erőddel van körülvéve. Itt van a világnak egyik legszebb épülete. Shah Jahan, ez a költői lelkületű mogul fejedelem annyira szerette Mumtaz Begum nevű feleségét, hogy az, amit ön 13. gyermekének születésékor meghalt, 20 éven át építetett neki síremlékűt, amely rózsaszínű márványból készült. Indiai, orosz, török, afgán építőmesterek dolgoztak rajta. Ma is csodálatra ragad. Shah Akbar nem tudott írni, olvasni, de olyan bölcs volt, hogy 4 felesége, mindegyike más-más valláshoz tartozott, és Fatihpur Szikriben összegyűjtötte a 4 felekezet papjait, akik az ő színe előtt vitatkoztak a filozófia és a vallás felől. Kalkuttába rándultunk át, immár repülőgépen. Kalkuttának a története rendkívül érdekes. Ma egy 5 millió lakóságú nagy város, de a legenda azt mondja, hogy Shiva Isten, aki táncával megteremtette a világot, ő az alkotó,
a megtartó és a romboló Isten. Egy nap felesége Káli észrevette, hogy egy szőke hajszál van síva Isten haján, a sörényében. Szemrehányást tett neki, de síva Isten volt, ezért haragjában 52 darabra vágta szét feleségét Kálit. Ahova egy-egy darabja leesett, ott azóta hindu zarándokháj keletkezett. Kalikutra, a mai Kalkuttára a kisujja esett le. Ide vándorolnak India minden részéből a vallásos hinduk, és a Gangesban, a Ganges egyik mellékfolyójában, tulajdonképpen a Hugliban megfürödnek, megmosakodnak, és néznek a napba, hogy a szemük is beszívja a teremtésnek minden csodáját.